Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jöjjön egy Division 2 egy build mindfelett, kicsit se clickbaites a cím, dehogy. Na, de amúgy valahol van benne egy kis igazság. Szeretnék megmutatni nektek Divisionben egy buildet, ami nagyjából, illetve konkrétan mindegyik kasztal használható, mindegyik specialistával használhatóvá válik, és nagyon könnyedén engedi azt, hogy cserélgesd a fegyvereket a buildben, a solo buildben simán meg fogod tudni vele csinálni, tehát szólóban simán fogsz tudni vele rohangálni, amennyiben megőrzöd a hideg véredet, és nem kap el a tűnfűtött izgalom, és rohansz neki fejetlenül az enemynek teljes mértékben. Tehát a napi challenginget, Dark Zone-t, hármaszintű területet simán el fogsz tudni foglalni, szóval Dark Zone-ban simán helyet fogsz tudni állni, és effektíven meg fogod tudni magad védeni más játékosoktól is, ha rákerül a sor. Ugyanakkor ugye a gyengéje az, hogy nem specifikus, nem megy rá konkrétan egy adott területre, mint például damage, vagy védelem, vagy valami, tehát nem konkrét, ami vagy egy általános, és váltogathat, és megengedi azt a luxust, hogy váltogass a különböző specialisták között, ezáltal ugye, hogyha például a Dark Zone-ba belefutsz egy játékosba, akinek specifikusan játékosok elleni buildje van, az ellen nem fogod effektíven megvédeni magad, de hogyha belefutsz random playerekbe, akik csak farmolnak, és úgy döntesz, hogy te rájuk támadsz, vagy ők rájuk támadnak, simán van esélyed megvédeni magad. Szóval, ja, ez ilyen letesztelt dolog, mert igazából kipróbáltam. Úgyhogy, ja, megint csak mondom rögtön itt a videó elején, ettől függetlenül a Division 2 az olyan, egy olyan játék, hogy több száz fajta lehetőséged van buildelésre, és kiemelem, hogy úgy buildelsz, ahogy neked tetszik, ez semmilyen, hogy ez a legjobb build, vagy ilyesmi, úgy csinálod, hogy neked tetszik, de adok egy ötletet. A buildnek a sajátossága, hogy rengeteg talent van benne aktívan, és szinte a legjobb talentek vannak benne aktívan. A képességeknek a pulzt használom, igen, a pulzt, és a chem launchert, mert az egyetlen, tehát az egyik leghasználhatóbb konkrétan PvE-ben. Hogy PvP-ben hogy működne ez a build, még nem tudom. Valószínűleg igen, csak kellenek egy kicsit PvP-sebb fegyverek, kicsit nagyobb fire rate, kicsit más talentek, meg vannak a fegyverek, de még valahogy nem áll össze teljesen a kép. És mondtam, egy ideális build mindegyik specialistára, de ezáltal azért fel fogsz áldozni, mint például Uber damage-et, de lesz azért nem is, tehát nem kell félni, csak nem lesz mondjuk Uber damage, nem lesz mondjuk Uber healing, és a többi függ, hogy melyik specialistával vagy. Jelen pillanatban Survivorrel mászkálok, szóval Uber healing megvan ebből a szempontból, és szólózni is simán lehet vele. Itt a videóanyag alatt, amit láthattatok, a Territory Control 3-as szintű, bocsánat, nem Territory Control, hanem Control Point foglalás 3-as szinten történik, illetve ugye Challenging Daily Solo című történet, és ez megint csak olyan, hogy kicsit visszafogod magad, ésszel csinálod a dolgod, nem rohansz fejjel a falnak, akkor simán lehozol ezzel a build-el bármit, és nem vészes azt hiszem kifarmolni, de nagyon kényelmes build. A másik meg ugye nem, én speciál nem nagyon, nagyon finnyás vagyok fegyverek terén a Division 2-ben. Szeretem a snipereket, szeretem az assault rifle-öket, és szeretem az LMG-ket, és nagyjából kifújt a szeretem fegyverek listája, hogy őszinte legyek. Úgyhogy mindenképp akartam találni egy olyan buildet, ami kifejezetten jó az assault rifle-ökre, és nagyon elősegíti az assault rifle-öket ebből a szempontból, mert hogy élvezem a velük való játékot, a többi fegyver annyira nem fog meg. Nos, akkor ja, jöjjön a build. Na, akkor menjünk végig a legunalmasabb részén ennek az egésznek, gyorsan végig megyünk róla, szóval jelen pillanatban, mert ugye az a legjobb benne, hogy akármilyen
fegyvert használhatsz, ami megfelel a kritériumoknak. Jelen pillanatban én egy OCR-t használok, szeretem az Assault Rifle-öket. És mellé egy snipert. Na most ez megint csak olyan dolog, hogy használhatsz egy snipert, vagy használhatsz egy sima rifle-t, bármi, ami kiteszi a hasonló talenteket. Tehát az Optimist például ugye megnövekszik a fegyver damage-e minden 10% ammónál. Hogyha hiányzik 10% ammó, akkor megnövekszik a fegyver golyó. A sniperem esetében minden golyó esetében növekedni fog a damage. Szóval az Assault Rifle-nél pedig a fő talent az pedig critical damage-et kapok, hogyha fogy az armorom című történet. Bármi másik fegyver lehet. Még egy fegyvert szoktam használni, leginkább Dark Zone-ban, hogyha problémás esetek vannak, az a Tommy Gun, és megint csak mondom, bármi másik fegyver, ami hasonló kategóriába esik egy jobb talenttel, esetleg mint ez, de az a lényeg, hogy ugye beleférjen, hogy aktív legyen ez a talent. Weapon damage megnövekszik, hogyha hiányzik a golyó a tárból. Tehát 3%-kal növekszik a weapon damage, hogyha 10%-nyi golyó hiányzik ugye mindig a tárból. Szóval folyamatosan növekvő damage. Tegnap relatíve ugye, jártam a DZ-ben vele, két róg ügynököt sikerült leteríteni. 880-as RPM lesz, vannak ettől sokkal erősebb buildek, ami kifejezetten PvP buildek, de a DZ-ben, hogyha kicsit ügyes vagy és észreveszed a környezetet, meg tudod magad védeni. Szóval a Tommy Gun-t szoktam használni bizonyos esetekben, hogyha mondjuk egy DZ-be bemegyek. Van itt egy shotgun is, amit még miért a ne című történet, ugye egy AA-12. Ez is megint csak ugyanaz, tehát három body shot, három testre lövés megnöveli a weapon damage-et 50%-a 7 másodpercig. Szóval nem egy rossz talent, hogy őszinteek, és nagyon jó PvP-ben is annak, aki szeret PvP-zni. És majd még várok egy rifle-re konkrétan, hogy dobjon a játék, amit használhatok esetleg a sniper helyett egy nagyobb damage-el, de valami jó talenttel, mert azt még nem dobott. Szóval ezek lennének a fegyverek, amit használok. A legtöbbször ugye a snipert használom, az ACR, mint egy fő fegyver, amíg nem lesz valami jobb. Gázmaszk talent, hölgyeim és uraim, gázmaszk, vagyis hát maszknak a talentje. A lényeg az, hogy plusz 10% weapon damage, tehát fegyver damage-ről beszélünk, hogyha a pulse aktiválva van, vagyis hát legalábbis azokra az enemikre, amelyekre a pulz aktivált. Magáért beszél, ugye, azt kell mondani. Megint csak ügyeltem, hogy Berserk egy nagyon jó talent, hogy őszinte legyek, hogyha lelövik az armorodat, megnövekszik a fegyver damage, amit láthatjátok, kurva jó talent, érdemes vele számolni, és akkor az öv megint csak semmi nagyon extra, valószínűleg lesz majd ettől jobb is. A lényeg az, hogy kiegészíti a Fenris Group szettet, és ezáltal van Assault Rifle Damage and Protection from Elise és Hellsong Kill. Ez az egyszer-kétszer kihúzott a csávából, nem egy nagy dolog ez a Hellsong Kill, de azért kihúzott azért már a csávából, hogy őszinte legyek. Tegnap legalábbis Dark Zone-ba eléggé kihúzott a csávából. Következő táska, semmi nagyon extra, ami itt a lényeg az, hogyha megölsz egy enemét 150%-os bónusszal elkezdesz healelni. És tehát érdemes, ez egy nagyon jó, a Safeguard talent, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis talent. Ugye ez még hozzájön a 10% armor és a többi, szóval nem egy rossz dolog. A kesztyű, ez meg depleting enemies armor grant 25 critical hit damage, szóval hogyha lelövöm az enemynek az armorját, plusz 25% crit damage-et kapok 5 másodpercig, ami nem egy rossz dolog, megint csak ugye, és ez az entrench nevű skill, amit láthatjátok, nem aktív most. Viszont, hogyha már a sniper van a kezembe, vagy egy rifle van a kezembe,
akkor aktívvá válik. Szóval meg igyekszem ugye magamat életben tartani a gyógyítás ellenére, a magas gyógyítás ellenére. Jelen pillanatban survivalist-tel használom. Szóval a magas gyógyítás ellenére igyekszem magam életben tartani. Miért? Mert a build igazából mindegyik kasztra rá tudod húzni, és hogyha nincsen ilyen durva gyógyításod, mint a survivalist-nál van, így életben tudod magad tartani, amennyiben ugye a snipert használod, vagy a rifle-t használod, amivel. Szóval egy ilyen balansz tulajdonképpen, hogy vagy ezzel, ha ezt használom, akkor ennyi bónuszt kapok, ha azt használom, akkor megkapom ezt a bónuszt, meg még a többi bónusz című történetet is, és ezért használok pulzt, és ezért használom a Chem Launchert. Chem Launcher az egyik legjobb élettöltő, hogy őszinte legyek, a pulz pedig ugye az extra damage-ér, ami bejön. Szóval úgy tűnik, hogy nincsen sok damage, de azért viszonylag sok damage van, szóval hogyha egy ilyen összesítésre rámegyünk, megint csak az entrance akkor lesz aktív, hogyha azt a fegyvert használnak. Minden fegyver perk, szinte minden talent az összes ruhán aktív, és az egyetlen hátránya, ami nekem annyira nem fekszik, az a nagyon kevés critical chance, de nem tudsz vele mit csinálni, ilyen a build. Így jött ki a lépés. Ezen majd lesz még finomítás minden bizonnyal. Critical hit damage 32, ugye ez bizonyos talentekkor megnövekszik, majdnem a dupláját fogjuk megkapni. Critical hit damage-nek 70%-os headshot damage rendben van, all weapon damage-en van, assault rifle weapon damage-en van, plusz még a talentek 53%-os damage to elite, szóval minden hova, ahova kell a build erősít, és szólóban, amint láthatjátok, ki lehet vele, el lehet vele boldogulni free playben, Dark Zone-ban, napi challenging mission meg fogod vele csinálni, ami valószínű. Csak hogyha szólóban vagy, akkor ne legyen az, hogy nagyon mint fejjel a falnak belemész a dolgok közepében, mivel hogy azért, hogyha láthatjátok, tehát hogyha megnézitek, akkor becsülettel van armor, tehát 208 ezer armor az nem rossz, és 50 ezer health az sem rossz. Szóval van neki armor, és úgy tűnhet, hogy nagyon-nagyon tankos, de hát a Division 2-ben azért nagyon-nagyon durva meglepetés insta halálok vannak, még akkor is, hogyha nagyon durván híleled magad. Ja, a kisebb hátránya, amit észrevettem ennek a buildnek, talán lehetne egy kicsit jobb hílelés, de ezen is majd javítunk, szóval idővel kialakul ez az egész dolog. A jó hír az egészben, csak 60 órába telt kifarmolni. Na jó van, gyerekek. Ennyi lett volna, ilyen Division első build, és ja, remélem tetszett, remélem tudtam egy alap ötletet adni, és mint láthatjátok, azért nagyon jól működik, szinte mindegyik fegyverrel, legalábbis a durvább talentekkel működni fog mindenképpen. Ja, ennyi. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!